Good evening. Join me. This is Drug Report Der News. Promise. Life. Drug Report Der News. Love and hope and trust and confidence. Tonight, there's something special to talk about. So, won't you join us? Jó estét kívánok! Ez itt a Drug Reporter világhíradója. Én pedig Sárosi Péter vagyok, a Drug Reporter oldal szerkesztője, és ezúttal én fogok beszámolni nektek a legújabb hírekről és érdekességekről a nemzetközi drogpolitika világából. Az ENSZ, a Globális Drug Control 60. évfordulóját ünnepli. Az ENSZ kábítószerügyi bizottságának éves bécsi ülését április 12-én nyitották meg. Ez az év egyben az 1961-es egységes kábítószer egyezmény elfogadásának a 60. évfordulója. Ez az egyezmény alapozta meg a nemzetközi kábítószer ellenőrzési rendszert. Ebből az alkalomból a Nemzetközi Drogpolitikai Konzorcium, az IDPC nevű civil szervezet egy jelentést adott ki, amely a kábítószer tilalom nem kívánatos következményeit veszi számba. A jelentés szerint ugyanis világszerte mintegy 2,5 millió ember ül börtönben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt, ezek közül 475 ezeren ülnek kizárólag fogyasztás miatt. Globális szinten 8-ból egy drogfüggő fér hozzá a számára életmentő kezeléshez, és az ártalomcsökkentő programokhoz való hozzáférést pedig jelentősen szigorították a világon. Egy másik, szintén ugyanezen a napon kiadott jelentésben a droghasználók nemzetközi hálózata, az INPUD, a drogfogyasztás teljes, szankciók nélküli dekriminalizálására szólította fel az ENSZ tagállamait. Rámutat ugyanakkor a jelentés arra is, hogy a dekriminalizáció önmagában korántsem a teljes megoldás. Szükség van a drogfogyasztókat célzó egészségügyi és szociális programok kiszélesítésére is. Ezen kívül hosszú távon elengedhetetlen, hogy szabályozzuk legális módon az egyes drogokat. Kritizálják az angliai egészségügyi szolgálatot, amiért kihagyta a drogfogyasztói szobákat a jelentéséből. Az angliai egészségügyi szolgálatot azzal vádolják, hogy a túladagolások megelőzését szolgáló ártalomcsökkentő központokkal kapcsolatos pozitív megállapításokat egyszerűen kihagyta vagy módosította a jelentésében, jelentette a Guardian nevű lap. A jelentést a szolgálat azután tette közzé, hogy a munkáspárti képviselők 2019-ben kérték, hogy indítsanak kísérleti jelleggel olyan létesítményeket, amelyekben a drogfogyasztók a saját maguk által hozott szert ellenőrzött körülmények között elfogyaszthatják. Glasgow-ban, Skóciában már el is indult gerilla jelleggel hatóságok támogatása nélkül egy hasonló program, a vezetőjét aztán a rendőrség elő is állította. Jelenleg mintegy 100 felügyelt drogfogyasztói szoba létezik a világon, ezek a bizonyítékok szerint megelőzik a túladagolásos haláleseteket, a vérútján történő fertőzéseket, és segítenek a klienseknek abban, hogy egyéb szociális egészségügyi szolgáltatásokhoz is hozzáférhessenek. Egyetlen egy túladagolásos halálesetet sem regisztráltak ezekben a létesítményekben. Rhode Island lesz az USA első állama, ahol legálisan nyílhat felügyelt drogfogyasztói szoba? Rhode Island állam törvényhozása jelenleg is tárgyalja azt a javaslatot, ami a felügyelt drogfogyasztói szobákat engedélyezni állami támogatással az államban. A szenátus még februárban elfogadott egy javaslatot, ezt jelenleg az alsóháza tárgyalja a törvényhozásnak, amennyiben jóvá hagyják. Egy bizottságot fognak létrehozni, ez pedig az egészségügyi minisztériumnak meg javaslatokat fog tenni arról, hogy hogyan szabályozzák ezeket a felügyelt fogyasztói szobákat. A javaslat jelenleg elég erős politikai támogatottsággal rendelkezik. Az egyik legprogresszívabb eleme az, hogy ebbe a bizottságba, ami ezeket a javaslatokat fogja tenni, bevesznek olyan drogfogyasztókat is, akik rendelkeznek saját tapasztalattal, például bebörtönzéssel, illetve a drogellátásban vagy a túladagolásokkal kapcsolatban. Franciák többsége a cannabis legalizációja mellett áll egy parlamenti közvéleménykutatás szerint. A francia parlament egy felmérést rendelt meg, amely a lakosság cannabis legalizációval kapcsolatos álláspontját vizsgálta, amit negyedmilliós fős mintán készítettek el.
A résztvevők 80%-a értett egyet azzal, hogy a cannabis fogyasztását, személyes használatra történő termesztését engedélyeznie kell az államnak. 14% szerint csupán dekriminalizálni kellene, tehát nem szabadna büntetni a fogyasztókat, és 5% volt, akik szigorítanának a jelenlegi szabályokon, és mindössze 1% volt, aki szerint változatlanul kellene, változás nélkül kellene hagyni a jelenlegi francia drogjogi szabályozást. Marokkó legalizálja a kannabisz gyógyászati használatát. Marokkó úgy döntött, hogy engedélyezi a kannabisz gyógyászati és ipari célú termelését és felhasználását, mind hazai célra, mind pedig exportálásra. Az észak-afrikai ország jelenleg is a világ egyik fő illegális kannabisz exportőre. A változás elsősorban a Rif-hegységben élő kannabiszt termesztő farmereknek kedvezne, akik így legális piacon adhatnák el a termékeiket, és ezzel komoly adóbevételhez juttatnák a marokkói államot. A marokkói kormányzó párt döntésében szerepet játszott az is, hogy nemrég az ENSZ jóvá hagyta a kannabisz gyógyászati felhasználását. Romániában akadozik a tűcsere. Romániában az ártalomcsökkentő programok évek óta küzdenek az akadozó állami támogatással. Februárban a legnagyobb tűcsere programnak be kellett zárni a Bukarestben. Alina Bocsai, az ARASZ nevű civil szervezet programigazgatója a Drug Reporternek elmondta, hogy az egészségügyi minisztérium nem hajlandó az ártalomcsökkentő programoknak pályázatokat kiírni. Így azok rendszeresen a megszűnés határán lavíroznak, akár csak Magyarországon. Az ARASZ tűcsere programja mintegy 3500 intravénás droghasználót ér el évente. Amikor ez bezár, akkor csupán egyetlen egy másik, jóval kisebb program marad nyitva az egész városban. Köszönjük, hogy megnézted a Drug Reporter világhíradóját. Amennyiben tetszett a műsor, kérünk, támogasd a munkánkat. Ahhoz, hogy folytatni tudjuk, szükségünk van 1000 olyan emberre, aki legalább havi 2000 forintot adományoz nekünk. Légy te is a támogató tagunk. Szükségünk van rád. Köszönjük, viszlát. Thank you for joining us. What we've been able to achieve has been done with your help. Now we go on to the next stop. Making a final commitment. Now we need your support again. Support Drug and Report Air News. Today,